A többnyire üres körtéri aluljáró a múlt héten délutánonként megtelt élettel. A budapesti városmisszió keretében ugyanis itt, Szent Imre városban is színes programsorozatot indítottak el, méghozzá a Ciszterci Szent Imre plébánia szervezésében. A misszió alapvető célja, hogy az embereket kimozdítsák a mindennapok mókuskerekéből, és a hit és szeretet erejére hívják fel a figyelmet, anélkül, hogy bárkit is megtérítenének. Az idei programokból néhány budapesti múzeum is jócskán kivette a részét. Látjuk, hogy szívesen találkoznak velünk emberek, járókelők, és még egyet mondanék, ami nem itt helyben látszik, de például ma engem is oda vonzott a Nemzeti Múzeumba, hogy a felső kulturális réteg úgy érezte, hogy ez egy megszólítás, és a múzeumok, kultúrintézmények a lehető legszebb portékáikat tették ki, úgy mondjuk, hogy szakrális művészeti hetek, vagyis szentet közvetítő művészeti hetek. Például a Nemzeti Múzeumban, ahol az Erdő Péter bíboros nyitotta meg vasárnap a kiállítást, egy egész különleges, szép Mátyás korabeli miseruha van az egykori Kárpittyának az anyagából. Itt az aluljáróban pedig betérhettünk a Nézle Caféba, egy ajándék teára vagy kávéra, de vidám játékok segítségével, mint például a magányoldó szelence, az ellazulást segítő tappancsok, vagy a szülő-gyerek kapcsolatot javító cukorkák segítségével vidámságot és hasznos tanácsokat is kaphattunk. Itt az aluljáróban folytatjuk azt, amit tavaly tettünk, vagy mondjuk majdnem, hogy koncentek sűrítjük azt, ami tavaly nagyon jól bevált. Részben nagy beszélgetések, tegnap Süveges Gergővel volt egy igen eleven hit, család, emberség, élni akarás témában. Nagyon megragadott engem magam is. És másrészt pedig a tavalyi Isten patikája, ami egész országosan mindenfele híressé vált, helyében vagy nyomában most egy Isten portékája van. Itt találhattuk meg például a művészi értékű szakrális tárgyakat is. Ákos atya szerint az akció alapvető célja, hogy az emberek megálljanak egy pillanatra a nagy rohanásban, és észrevegyék a másikat. Aki nem tud megállni, vagy nem akar meg, az is elmosolyodik, és az nagy nyereség, ha nem a pessimizmus, a keserűség, a veszekedés árad el, hanem a derű, a remény. De van, aki közénk jön korosztályban is, meg műveltség, és különböző rétegű embereket találkozunk. Ez nekünk nagyon jó itt a körtéren, mert nem szeretnénk csak magunk körében maradni, hanem tényleg az egész főváros, az egész kerületét is vagyunk.